9.tv. Otthon, város, Ferencváros. Ha a költészet napja, akkor elsősorban József Attila, hiszen az ő születésnapján április 11-én ünnepeljük a költészetet. József Attila személye pedig különösen fontos nekünk ferencvárosiaknak, hiszen a Gát utca 3 szám alatt született, majd több helyszínen is élt kerületünkben. A Ferencvárosi Művelődési Központ által szervezett programokban sokféle módon jelenik meg a költészet. Beszélgetés, képzőművészet, zene vagy akár tánc formájában. És persze elhangzott sok-sok vers is a Költészet napi gála műsoron. Tehát Költészet napja az e heti és a jövő heti Kultnegyedben. A költészet napi programokkal az óvodásoktól a felnőttekig minden korosztályt megszólítottak. Az egészen kicsiket például a Katáng zenekarral, az óvisok még táncra is perdültek. Megzenésített versekkel foglalkozunk, tehát eleve a szövegileg elég igényes a zenekar, olyan értelemben, hogy közülünk nagyon kevesen, talán csak Csilla érzi magát elég felkészültnek szövegírónak, de ő is szívesebben választ verseket. Szeretek olyan költőket választani, akik ismertek, csak talán nem nincsenek annyira népszerűsítve, mint mások, de azért ugye Kányadi Sándor, ez kihagyhatatlan, úgy persze nagyon népszerű, de Varga Imrét talán kevesebben ismerik, vagy Dénes György, Gál Sándor, Kis Dénes. Közülük nagyon sokan határon túli költők. Kicsikhez mondjuk az állatokról szóló versek közelebb állnak, Csiga Bigáról például, ugye egy kisiskolás, mert az nem annyira érdekel, nekik inkább a héterdő szól, a sok izgalmas, rejtelmes dologgal. Milyen hangszereken szólalnak meg ezek a dalok? Van itt egy nagy bőgő, az a fő ritmikai alap, meg egy akusztikus gitár, ami el lett téve, már ott van egy pici gitár, ami szintén egy ukul, hát ilyen gitár lele, valami hibrid, igen. Igen. Csilla harmonikán játszik, illetve mindenféle furujákon. Itt van egy csomó ütőhangszer, ilyen meg olyan, és ami úgy körül öleli az egészet, és a zenekarnak a hangzásvilágát adja, ez a kelta hárfa, ami itt díszeleg a fényben. Kicsi, de nagyon szép a hangja. Aki fújja este lempe, egy magában ül merengve, jaj! A már nagyobb középiskolás korosztályt egy rendhagyó irodalomórára várta Rigó Béla író. A rendhagyó óra, kérem szépen, az egy olyan dolog, ahol az embernek nem kell tartania magát semmiféle előíráshoz, csak azonosulni kell az irodalom oktatásának céljaival. Most például Radnótiról és Vörös Sándorról beszélek. A Radnótit egy versre fogom építeni, a Nem tudhatomra, ugyanis ezt általában mély félreértéssel szoktuk tanítani, és jeles pedagógusokat és irodalomtörténészeket is ismerek, akik egy apróságban tévednek. Az az egy apróság az, hogy kezdődik, hogy én nem tudok a másnak tájék mit jelent, és ki az a más. Na most hát mondják, az a pilóta, az ugyan nem, azt pontosan tudom, hogy ez egy hati célpontot jelent. És hát ez a ki ez a más, ez egy érdekes dolog, hiszen Radnóti életében először is utoljára a barátainak majdnem megkövezték ezért a versért. Hát most nézzük azt a hazaszeretetet, amelyik saját érdekeim ellen is van. És Vörös Sándor esetében? Vörös Sándor esetében azt fogom bizonygatni, hogy
költészet az egy nagyon ősi mechanizmus. A emberi válásunknak irodalomban két dokumentuma van, az egyik a mese, a másik a költészet. Míg az egyik az a közösség tudománya, kötelező olvasás, és mindent azon keresztül tanítottak, a másik a varázsló titkos tudománya, és ennek van három eszköze, a zene, a kép és a nyelvteremtésnek a csodája. Hát Vörös Sándor ebben mind a háromban példákat mutogat. Kaposi Dávid, József Attila szelleméhez. Okkal utáltad a világot, sokkal előttem. Mint mag elvetődtél, te már akkor, mint tokjába szorult mag, most én is elvetődtem. Búst földben a férgek a bánattól menekülnek, vígságukba ostobán, erőtlen. Búst földben a férgek a bánattól félnek. Már nem gördül a világ, már csak vizében poshad, gyengén piheg, szuszogja a véget. Ím Európa férge, mit szólsz, hogy eltapostad a tücsköt, ki éltetni mert téged? Hófehér fogaid már-már csillogóra mostad, de gyökerén rohad a csillogó fogad. Tücsköd, a görög, a költős, tudós itt fuldokol, de elfordulsz, nem nyújtasz neki kezet. S most újra hozzád, József Attila, nézd, mint lohol e világ, s útja sehova se vezet. Nézd, mint lesz hamuvá saját lángjában a pokol. Nézd, már hallom, hogy az eső nevet, hogy sír a vas, mert rozsdává lehet. Úgy, mint téged, engem is mocskos földbe vetettek. De te vagy rá a példa én nekem, hogy rossz földből nőnek a jók, és akik szeretnek. S ha egyszer megállnék a sineken, remélem hálát adhatok a véletleneknek, mert két felem dönteni képtelen. De ha úgy kell lenni, hát úgy legyen. A József Attila szelleméhez című vers Kaposi Dávid alkotása, aki az Így írtok ti középiskolásoknak szóló íróverseny első helyezettje volt. Ő is részt vette a Medáliák Egyesület által szervezett diákírók, diákköltők találkozóján. József Attila mindig nagy kedvencem volt, meg valamiért ez az őrültsége vonzott, vagy hát ugye őt skizofrénnek mondták. Mit próbáltál megragadni ebben a versben, tehát az ő személyiségéből, vagy az ő versének a hangulatából? Nem tudom, először nem tudtam, hogy róla fog szólni a versem, amikor elmentem. Azt tudtam, hogy lesznek ilyen József Attilás feladatok is, és gondoltam, hogy azt fogom csinálni, de úgy, amikor hozzáálltam, hát körülbelül egy fél órát ott ültem előtte, és nem tudtam, hogy mi lesz belőle. De amikor elkezdtem, ugye úgy kezdődik, hogy okkal utáltad a világot, és ez egy József Attila versnek a címében van, hogy a világ megokolt utálata, és valahogy ezt ragadtam meg, és így sikerült elindulni vele. Mi a jellemzőbb egyébként, hogy inkább költészet, vagy inkább próza, szóval melyikben érzik otthonosabban magukat a fiatalok? Hát ez változó, és azt mondhatom, hogy évente. A etanévi termés az inkább prózában volt. Több, meg több nagyon jó kis novella is született, de versek is voltak. De ha úgy kell lenni, hát úgy legyen. Milyen típusú ifjú költőnek tartod magad, aki leül, és jönnek egyszerűen csak a gondolatok meg a sorok, vagy sokáig kell ülni és gondolkodni, és utána még sokat dolgozni rajta? Hát olyan típusúnak, hogy amikor leülök, és sokat gondolkozok rajta, akkor érezni lehet, hogy erőltetett, és nekem sem tetszik, és ki is dobom. Amikor meg nem tudom, csak úgy leülök, és akkor eszembe jut egy gondolat, és elkezdem, akkor meg megy gyorsan, és akkor jó is lesz belőle. Mit ad számodra az írás egyébként? Hát nem is tudom, nem kikapcsolódást, hanem inkább életkedvet. Festékes kenyereik vágynak a kékre, és lemondanak kezdelem a mélybe. Hogyha költészet, akkor azon belül elsősorban milyen műfajokban írnak a fiatalok? Hát sajátos műfajokban, amit nagyon kedvelnek, most már évek óta, hát nem mi találtuk ki, de átvettük például Varró Dánieltől, Turc Istvántól, aki a zsűri elnökünk, az SMS vers műfaját, és ezt nagyon szeretik, mert azon hozzájuk közel álló rövid kis műfaj, és ott lehet kicsit szabadabban
fogalmazni. Meg a másik két vers azt is szeretik, azt is írtak többen. Nyílt itt a Folyosó Galérián egy kiállításod is, már máskor is találkozhattunk a József Attilához kötődő fotóiddal, alkotásaiddal, most miket hoztál el? Három blokk van, egy indító blokk, ami tehát József Attila képet próbál megfogalmazni néhány versidézettel, talán vannak olyan fotók, mert elég sok fotóm kötődik úgy a Ferencvároshoz, hogy a Gát utcás környékén készültek, de nem dokumentumfotók, hanem valahogy a József Attila versének a hangulatát próbálják megidézni, tehát ez egy nagyobb blokk, több ilyen kép van, és aztán az utolsó időszakhoz, tehát a halála előtti a késői versekhez kapcsolódó néhány fotó. A költészet képekben nem könnyű a feladat, mégis nagy sikere és hagyománya van kerületünkben a tavaly évtől már nem csak kerületi, fővárosi iskolák körében is meghirdetett versillusztrációs pályázatnak. Ovistól a végzős gimnazistáig a helytörténeti gyűjtemény pályázatára idén 658 alkotás érkezett. Hát a zöldadóból azt választottam ki, hogy a kirándulás, a fákat, meg a házat is, a várost is le kell rajzolni, meg a fákat is. És akkor a kis rajztanári segítséggel a fákat raktam egy picit hátulra, meg a villamos mögé, meg ugye az fontos jelenet volt, hogy a kis Balázs alszik. Ott van a lámpa, itt van az üveggolyó. Emlékszel, hogy mikor olvastad, vagy hallottad először a Mama című verset József Attilától? Igen, a tesómtól olvastam, meg kellett ők tanulják, és akkor úgy tudtam, meg én is tanultam legalábbis, és akkor gondoltam, hogy ehhez volt ikletem, és úgy ezt csináltam. Voltak a könyvben rajzok is, és az alapján megpróbáltam elképzelni a rajzot, és úgy rajzoltam le. Kasztelányi Dezsőnek a szerenádat, és igazából nem tudom, csak úgy nagyon megtetszett maga a vers, és úgy gondoltam, hogy ez jó lesz így női arcom, hiszen nem eléggé fontos, mert hát ugye neki a szerenádat az ember, és ugye a rózsa, hogy rózsa is, és szeretek, eleve szeretek rózsát rajzolni, meg virágokat, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy a rózsa is egy szép, és ugye a holddal együtt így, mint rózsafelhő. Hogyan találkoztál Ackvi Jánosnak ezzel a versével? Miért ezt választottad? Hát mert nagyon tetszett ez a mese, és úgy gondoltam, hogy ilyen macskát azért tudok is alkotni, és jól meg fogom rajzolni, és nem, hát egy kicsit váratlanul jött, hogy ide került, és de nagyon örülök neki. Mit tud ez a macska magában a versben? Mit csinál ez a macska? Hát százféle is van belőle, ahogy a versben van. Például, hogy foltos, tarka, csíkos, meg mindenféle macskáról. Szereted egyébként a macskákat? Igen, szeretem, nagyon. A halak bosszúja arról szólt, hogy volt egy deszka, és deszkán horgáztak. Egyet gondolt az egyik fiú, és az volt a gondolata, hogy de jó lenne, hogyha ide jön egy egész csapat hal. Utána jött egy egész csapat hal, megrántották a horgászbotot és a deszka felfordult, és úgy kellett kiúzni a partról. Képzőművészet után most vers és tánc, József Attila Eszmélet című műve ihlette a most látható koreográfiát. Táncosként és koreográfusként dolgozom nagyon régóta, és többféle módon kapcsolódik az egyesületünk és a társulatunk is József Attila személyéhez és költészetéhez is. Úgyhogy innen ered az ötlet, hogy próbáljuk meg feldolgozni az ő munkásságát egy táncprodukcióban.
Ebben a produkcióban, ami a mai napon bemutatásra került, tulajdonképpen nem a költő egész életét és munkásságát dolgoztuk föl, hanem leginkább az Eszmélet című versére épül a produkció. Nem hangzik el ugyan egyben a vers a produkcióban, hanem kiragadott részletek, verszakok hangzanak el a hanganyagban, illetve jelennek meg a produkciót kísérő vetítés részeiként, ezért lett ennek a produkciónak Eszmélet töredékek a címe. Csak ami lesz, az a virág, ami van, széthull darabokra. Olvastátok a szöveget, a verszakokat, és aztán onnét egyszerűen csak elindult, hogy erre milyen érzések, és aztán az érzések milyen mozdulatokat keltenek bennetek? Igen, hát a verset azt ugye ismertük már régóta, és kifejezetten azzal a szándékkal kezdtük el olvasni, hogy akkor ebből most szülessen egy táncprodukció, amit színpadra lehet adaptálni, alkalmazni, ami egyrészről nagyon nehéz, mert két viszonylag nehezen megfogható, megközelíthető dolgot próbáltunk meg egymással párosítani. Ugyanakkor viszont mégiscsak hálás, hiszen nagyon nehéz gyakran verseket, költészetet, művészetet szavakkal leírni, értelmezni. A tánc viszont egy olyan kommunikációs forma, szerintem egy olyan nyelv, egy olyan jelrendszer, amin keresztül nagyon könnyen lehet érzéseket kommunikálni, olyan dolgokat közvetíteni, amiket szavakkal sokkal nehezebb. Ezért tartom én alkalmas formának a táncot arra, hogy összekapcsoljuk a költészettel. Takaró Mihály Nem én kiáltok című irodalmi estjére is nagyon sokan voltak kíváncsiak, őt hallgatva nem is csoda. Egy kicsit új képet adni József Attiláról. Elsősorban azért, mert költészetének vannak titkai, de ezekről a titkokról az elmúlt 60-70 évben nem nagyon beszéltek. Ennek az volt az oka, hogy 1948 után tulajdonképpen a költészetét politikainak tekintették. Az osztályharc eszközeként használták, és ez távolról sem fedi a valóságot. József Attila költészetének az egyik nagy titka az az ambivalencia kifejezése, amelyik egész költészetén végighúzódik, és a legnagyobb magasságokat és mélységeket magyarázza meg. A másik pedig a folyamatosan mélyülő identitásválság, hiszen mindenben kereste a családtól, a valláson keresztül, a pártokig, az ideológiában, a szerelemben, szóval sok mindenben kereste a maga gyökerét, de semmiben nem találta meg. Így jut majd el oda, hogy azt mondja, hogy a semmi ágán ül szívem. Kis teste hangtalan vacok köréjegyüknek szelíden is nézik-nézik a csillagok. Pedig ez még nem is a végpont volt, hiszen egy 33-ból való verse. A végpontot majd az jelenti, amikor kiírja végre magából a mamát, 1935 végén, amikor megszületik a Kései Sirató, több mint 20 mama vers után, hiszen költészetének talán az egyetlen motivuma, ami 1922-től a Szépség kultusától egészen 1937-ig jelen van, sőt a legutolsó vers hármasban is mind a háromban ott van a mama. Tehát amikor végre azt hiszi, hogy kiírja magából a mamát, de 37. február 20-án kiderül egy befejezetlen Rorschach-teszt kapcsán, hogy minden nőben, sőt minden szerelemben, sőt minden boldogságban a mamát kereste és nem találja. A Körösi Csoma Sándor két tannyelvű általános iskola diákjainak közreműködésével a József Attiláról elnevezett lakótelepen, mint minden évben, idén is megemlékeztek a költőről. Nagyon érdekes, hogy a költészet nemzetközi napja az március 21-e, ami ugye a tavasz első napja. És hát nekünk azért valljuk be, kellett még ez a három hét, hogy az időjárásban is megérkezzen a tavasz,
és talán ma április 11-én van igazán tavasz, így 3 hét elteltével. És a madarak csicsergése és a természet ébredése mellett azt gondolom, hogy még inkább magunkévá tudjuk tenni a művészetet, a költészetet, és szívünket kitárva be tudjuk fogadni majd itt gyermekeink előadásában is a megemlékezést a költészetről, és hát nem utolsó sorban nyilván József Attiláról is, aki kerületünk egyik, hanem a legnagyobb büszkesége. Ajándék, mellyel meglepem, e kávéházi szegleten, magam. 32 évem elszelel, s még havi 200 se tel, hazám. Már üresek a lakások József Attila szülőházában, a Gát utca 3 szám alatt, hiszen hamarosan elkezdődik az épület rekonstrukciója. A földszinten kialakított emlékhely anyaga a felújítás idejére a Ferencvárosi Művelődési Központba költözött. A hagyományokhoz híven azért a koszorúzással egybekötött megemlékezést a helyszínen az épület előtt tartották. Nincsen apám versemért, ahont kivont. Szabjával óvta ellenem, ide idézi szellemem, evéts nevét. Ön, amíg szóból értek én, nem lesz tanár-e féltek én. Ez egy olyan ház ugyan, mint tudjuk, ahol mindösszesen 3 hónapig volt a költőnek szerencséje lakni, hiszen a házi úr megelégelte a nem fizetést. De még további 11 helyszín őrzi Ferencvárosban azokat a lakásokat, helyeket, kis táblácskával megjelölve ezek a házak, ahol József Attila lakott itt Ferencvárosban. Itt élt azokkal, akik a szomszédai barátai lehettek volna, és itt él a szívünkben is. Ezek a házak azóta sem változtak semmit, remélhetőleg mi sem változtunk lelkünkben semmit. Szeretjük költőt, szeretjük a költészetét, és szeretjük a verseket. Ferencváros minden évben tisztelettel adózik a költő előtt, és természetesen a verset ünnepli, a kultúrát ünnepli. Azt tudom ígérni, hogy 2 év múlva ilyenkor, ha ide ellátogatnak, akkor már a megújult Gát utca 3-ba érkezhetnek, és minden bizonnyal már az emlékhely is a új formájában fogadja önöket, és nézhetjük meg azokat a relikviákat, kortörténeti dokumentumokat, amelyek mind-mind József Attiláról és művészetéről szólnak. Addig is azt kívánom önöknek, hogy ne csak ma, hanem minden nap olvassanak el legalább egy verset. A Gát utcai emlékhely kiállításának anyaga tehát a Ferencvárosi Művelődési Központban kapott helyet idéglenesen. A Gát utca 3 épület rekonstrukciójával egy időben maga az emlékhely is megújul majd. Próbáltuk követni az eredeti Gát utcai kiállítás koncepcióját. Az első teremben főleg életrajzi anyagokat tüntettünk föl, a második teremben pedig József Attila költészetét, illetve József Attila korát próbáltuk megmutatni a nagyközönségnek. Időrendi sorrendben kiraktuk az életében megjelent verses köteteinek a címlapjait, illetve a kortársakhoz és a klasszikus költőkhöz írt verseit, kéziratait. Nehéz dolgunk volt, mivel jóval kisebb a tér, ezért erősen zanzásítanunk kellett a kiállítást, de
elmondhatom, hogy ha minden jól megy, 2015-ben egy korszerűsített kiállítást tudunk majd átadni. Azt már lehet tudni, hogy milyen értelemben és hogyan lesz korszerű a Gát utca 3-ba visszakerülő emlékszoba emlékkiállítás? Nagyobb kiállítótér lesz, illetve interaktív, valamint külföldiek számára is nagyon jól érthető kísérőszövegekkel, és lesznek vizuális, audiovizuális szemléltető eszközök még. Addig, amíg várni kell erre a korszerűsített kiállításra, mikor és hogyan látogatható itt a Ferencvárosi Művelődési Központban a kiállítás? Az emlékszoba hétköznap előzetes bejelentkezés alapján látogatható, illetve a szerdai napot jelöltük ki, amikor 10-től 18 óráig várjuk a látogatókat. Otthon, város, Ferencváros.